is elmondhatom azt, hogy áldott legyen az Úr neve, mert a zsoltárossal el tudjuk azt mondani, hogy hatalmasan cselekedett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Talán sokan nem értik azt, hogy miért van odaírva azt, hogy senki a beifjúságodat meg nevesett. Szeretném felolvasni a Pál apostolnak Timóteushoz írott első leveléből, 4. részből a 11-es és a 12-es verset. Ezeket hirdesd és tanítsad. Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. Amint mondottam, vagyunk örömre, és magasztalni az Úr nevét, mert az Úr lenyúlt az ő dicsőségének szent helyéről is, hatalmasan cselekedett itt a fiatalok között is. Estéről estére hallhattuk az ő különságtételeiket, akik itt ülnek és akik itt lent, hogy hogyan cselekedett az Úr az ő életükben, hogyan szabadította meg őket bűneikből, hogyan szült őket újjá, hogyan ismerték meg személyes megváltóknak a mindenség urát. És ekkor adódott, amikor ezek a dolgok történtek, szabadulások, megtérések, a gondolatnak, hogy egy evangelizáció legyen a fiatalok felé. Már több hónapja foglalkoztatta a gyülekezetünket, és adta az Úr ezt a gondolatot. Sokan sajnos a mai világban a fiatalokra, amikor ránéznek, nem sok jót találnak egy fiatalnak az életében. És sajnos sokan a felnőttek közül, most nem a jelenlévőkre gondolok, de a nagy világban jellemző az, főleg az idősebb korosztály nem szimpatizálja, hogy fogalmazok ilyen finoman, a fiatalokat a mai életünk szerint. És jött a gondolat, adta az Úr, hogy senki a ifjúságot meg ne vesse. Hát lehet egy fiatalt megvetni az ő életében, az ifjúságában, feltevődik a kérdés. Hát igen. Sajnos igen. Ha úgy él, Isten nélkül bűnben elveszettem, ahogy én is éltem, még meg nem ismertem az Urat, akkor igen, sokan megvetnek. De egyet tudja alkától, hogy Isten nem vedett meg téged. Bizonyítéke az, hogy itt vagy, és most keres téged. Isten nem vedett meg, és szeret. És mi sem vettünk meg. Hívunk, és az Úr is hív magához. Hogy lehet az, hogy egy ilyen változás történjen valakinek az életében, hogy eddig esetleg valakit megvedettek, vagy lenéztek, ebből változás történjen? Hát, kell legyen egy találkozásod a mindenség Urával, Jézus Krisztussal, és meg kell ismerd, mint megváltódat. És akkor megváltozik az életed, és utána már olyan lesz az életed, hogy azt nem vetik meg. Abban nem lesz semmi kívánnivaló. Sem Isten elő, sem emberek elő. Felsorol az igény 6 dolgot, erről hadd ne beszéljek. Orvosság mindenki magának odahozza. 1 Timóteus 4.12. Kívánom azt, hogy ha úgy érzed, hogy eddig megvetett voltál, lenéztek, nem szerettek a barátok, felnőttek, jó helyen vagy. Hívunk, várunk, az Úr is hív magához. Amen. Amen. Tehát ne vessenek meg tetteim miatt, nem ifjúságunk miatt, tetteim miatt, hanem inkább legyünk példák. Világnak is, nem hívőknek is, az istenteleneknek is, de a hívőknek, ez még nehezebb. Kérem a mind együttes tagjait, hogy jöjjenek és állítsák be a mikrofonokat. Ezek túl az ő szolgálatukat fogjuk hallgatni. Ők mind Kolozsváról érkeztek, mind a kolozsvári gyülekezet tagjai, de még környékéről is vannak, a Kiskapuson is élnek, az ráadásán kívánjuk életeket. Majd mi látok, akkor mondok egy-két szót.